Szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy mérgezett felhők vannak az emberiség fölött. Mit jelent ez? Tudjuk jól, hogy az írásban a felhőknek, a felhőnek, az ég felhőiben ugye van egy nagyon fontos jelentése. És pedig az, hogy tehát valamelyest az Istennek a jelenlétét jelképezik, a mennyei igazságot jelképezik, a felhők, a fellegek. Talán Péter apostol beszél arról, hogy a bizonyságok fellegei vesznek minket körül. A bizonyságoknak a fellegei azt jelenti, hogy nagyon sok olyan ember van körülöttünk, akik megtapasztalták Isten dicsőségét, és nem csupán megtapasztalták azt, hanem arról bizonyságot tettek, kijelentették embertársaiknak, elmondták a családtagjaiknak, idegeneknek, úton, útfélen, elmondták, hogy létezik az élő Isten, és Jézus Krisztus valóban az ő fia, úgymond. Ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus az ő tanításával és az életével valóságosan kijelentette az élő Istent. És aki ezt megérti, és megismeri az ő szavát, és úgymond nagyon fontos bizalmi lépést tesz az Úristen irányába, de meghozza azt a döntést, hogy rábízza teljes mértékben az ő életét, mint gyermek az élő Istenre, az ő kijelentésére, ugye Jézusra, Jézus szavára, azok az embereknek, az onszegényeknek az életük teljesen megváltozik. Olyan dolgokat fognak tapasztalni, olyan dolgokat tapasztalnak meg, amelyeket korábban talán nem tapasztaltak. Tehát folyamatosan csodákat tapasztalnak, ugye? Csodákat látnak az ő szemeik. Amúgy én ugye a minap elmondtam, hogy bizonságot tettem embertársaimnak, és sokan mondták azt, hogy hú, mekkora csodák ezek, amiket én elmondtam. És nekem az jött lélek által, hogy drága barátom, nem ez a csoda, amit én mondok. Ez, amit én mondok, ez maga a valóság. Isten szerint ez nem csoda. A csoda az, hogy 20, 30, 60 és 70 éven keresztül hazugságban tudtunk lenni. Hogy 20, 30, 70 és 80 és 100 éven keresztül mi nem láttuk ezt. Ez a csoda, kedves hallgatók. Nem az, hogy az Úristen meggyógyít valakit. Vagy hogy az Úristen úgymond megszabadít valakit, az Úristen megvigasztal valakit, vagy gondját viseli az ő gyermekeinek. Nem ez a csoda, kedves hallgatók, mert Isten országában ez teljesen természetes, ez hétköznapi, ez nem csoda. A csoda az, Isten országa szerint, Isten szerint, hogy mi 20, 30, 50, 80, 90 éven keresztül eszeveszett módon ragaszkodtunk ahhoz a hazugsághoz, amely nem hozott mást számunkra, mint betegséget, nyomorúságot és halált. Ez a csoda. De mindegy, térjünk vissza a csodákra, térjünk vissza a csodának a földi értelmezésére. Itt a földön az számít csodának, ami természetes kéne, hogy legyen. Ami Isten szerint teljesen normális kell, hogy legyen. A szeretet ugye, az önzetlenség, az önfeláldozás, a gyógyítás, a félelem nélküliség, a bizalom. Ez a csoda ugye, itt a földön. És, mint mondtam, akik ezt megtapasztalják, miért tapasztalják ezt meg? Tehát szeretném hangsúlyozni, kedves hallgatók, ez nem véletlen. Aki megtapasztalja ezt a fajta csodát az élő Istentől, az életszerzőjétől, többnyire mind azért tapasztalja meg. Egyrészt azért, mert az Úristen mindenkit szeret, mindenkit hívogat, hogy visszakerüljön a gyermeteg állapotba, a gyermeki állapotba. Hogy újból gyermek legyen, hogy újból bízzon az életben, az életszerzőjében. És azért is, kedves hallgatók, mert akik nem érik már be azzal, amit a világ kínál számukra, azok az emberek tényleg Istenhez fordulnak, úgymond megtérnek, de nem oly módon, ilyen vallási módon, hogy mondanak egy verset Istennek, vagy nem tudom, hogy mit csinálnak, hanem teljes szívükkel, lényükkel, lelkükkel,
Istenhez fordulnak hozzá, fohászkodnak, és kapnak tőle kijelentéseket. Nagyon fontos, erőteljes kijelentéseket, tanításokat, csodákat kapnak, gyógyulást kapnak, sok mindent kapnak az élő Istentől, hogy az ő hitük megerősödjön, hogy ők visszakerüljenek teljes mértékben a gyermeki állapotba, hogy azáltal, ahogy mondja az írás, Isten országának az örökösei lehessenek. És ezek az emberek folyton, főképp akik ugye hűségesek, sajnos a hűség az nagyjából el van mondva a tíz leprás történetében. Tehát a történet szerint ugye a tíz leprás közül csak egy ment vissza Jézushoz, csak egy volt az, aki hálát adott az élő Istennek a gyógyulásért, a gyógyításért. A legtöbben megkapják a csodát Istentől, de viszont elhallgatják, nem adják tovább. Ők is úgy kaptak csodát, hogy valaki nekik mondta, hogy te, van egy élő Isten. Ahogy Pál apostol mondja, a hit hallásból terjed. Tehát nekik is szükségük volt arra, hogy valaki beszél nekik az élő Istenről, hogy bizalmat gerjesszen bennük, hűtöt gerjesszen, ugye hitet gerjesszen bennük, hogy merjenek teljes szívükkel, teljes lényükkel, elméjükkel Istenhez fordulni. És aki megteszi ezt a lépést, nyilván nagyon kemény jelzéseket kap Istentől, nagyon kemény beszédeket kap Istentől, csodákat kap Istentől. És itt jön be, kedves agatók, az, hogy amit talán Péter mondott, hogy a bizonyságok felhői, a bizonyságok fellegei vesznek körül bennünket. Ugye? Tehát az Úristen elhalmozza az ő gyermekeit bizonyságokkal, avagy bizonyítékkal, a mennyek országának igazsága felől, valósága felől, hogy megerősítse őket, hogy ők ne a világtól tanuljanak, ne nézzenek a világra, a tengerre, a népek tengerére, hogy ne süllyedjenek vissza a világba. Ez az igazi felhő, kedves hallgatók. Én elmondom őszintén, hogy igen, Isten megadta nekem is azt a kegyelmet, hogy engemet is a bizonyságok fellegei vesznek körül. A bizonyságai, tehát a bizonyságok hatalmas felhői vesznek körül. Folyamatosan kapok én bizonyítékot Istentől, személyesen, saját életemben. Megértéseket kapok, útjelzéseket kapok, csodákat látok, gyógyulást látok magamon és embertársaimon, tehát a saját szememmel láthatom Isten dicsőségét. Már most valamilyen mértékben látom Isten országát, amit nem lát mindenki. Hogy is láthatná az, akinek a tekintete, a testének a lámpása, akinek a szemei folyton a világon vannak, azok az emberek nem láthatják. A mennyek országa most is van, most is létezik, közöttünk van, mi bennünk van, de nagyon sokan azért nem látják, mert az ő figyelmük, az ő tekintetük hol van, az ő testük lámpása hol van, az ő szemük fénye hol van. A mérgezett felhőkön, kedves hallgatók, a mérgezett felhőkön, és nem hiába van úgy megjelölve, ugye, a Google Drive, vagy az internetnek ugye a különböző tároló helyei, hogy felhő tárhely. Érthető, kedves agatók? Tehát a legtöbb ember az világháló felhőiből táplálkozik. A világháló felhőiben található információkból táplálkozik. Nincs ő rákapcsolódva a mennyei felhőre, a mennyei felhőkre. Ezért rá nem igaz, hogy bizonyságok fellegei veszik őt körül, vagyis vehetik őt körül a bizonyságok fellegei, ő el van foglalva, ő folyton a lenti felhőt fürkészi. Egyik legnépszerűbb ilyen lenti felhő, kedves hallgatók, az nem más, mint a Facebook. Facebook, Twitter, YouTube, Google Drive, Google. Ha kell nekünk egy információ, szükségünk van információra, valamit tudni akarunk, akkor hova fordulunk? A mérgezett felhőhöz.
hogy miért mérgezett fel őket, kedves hallgatók? Azért, mert halált szül, halált nemsz. Ezt én már sokszor elmondtam, alátámasztottam, bebizonyítottam az írással, lélek által, sokféleképpen, bizonyságokkal, igaz történetekkel. Elmondtam ugye, hogy a lenti felhő, ugye a főáramú média, az a lenti felhő, az a mérgezett felhő, amely lassan, fokozatosan, de biztosan megöli az embereket. Ez a mérgezett felhő, ami az emberiség fölött van. És hát én most előhozok egy példát, kedves hallgatók. Én beszéltem nem olyan rég egy kedves barátommal, aki elmondta azt, amit én a legrosszabb álmomban sem hittem volna, hogy van ilyen. Tehát mivel, hogy ő is, mielőtt Istent megismerte volna, az ő igazságát, az ő kijelentését, Jézus tanítását megismerte volna, mielőtt hitre ébredt volna az ő szíve, annyira hitt a mérgezett felhőkben, a mérgezett felhőnek az információiban, hogy annyira megtelt félelemmel, hogy amikor elment vásárolni, bevásárolni, mindent, az élelmet, az élelmiszert, ugye annak a csomagolását ugye betette a zuhanyzóba és megmosta fertőtlenítőszerrel, mit tudom én, klórral, hipóval, mit tudom én. És én, amikor ezt hallottam először, én azt hittem, hogy csak viccel. Mondom, hogy oké, hát azért nem, én megértem, hogy féltünk, de hogy ennyire, vagy hogy hittünk a mérgezett felhőnek az állításaiba, közleményeibe, de hogy ennyire, azt nem gondoltam volna. És elmondta, hogy ez tényleg ez történt, sőt, küldött nekem fényképeket, hogy mit tett ő, amikor még hitt a médiában, a média híreiben, a politikusoknak a közleményeiben, az egészségügyi világszervezetnek a közleményeiben, hogy annyira félt, annyira retteget, hogy ilyen mániákus módon minden, tehát a kenyeret meg mindent betett a zuhanyzóba, és fertőtlenítőszerrel megmosta, hogy nehogy véletlenül a vírus bemaradjon az ő házában. Tehát távol álljon tőlem, kedves hallgatók, hogy én ezen nevessek. Persze ő most nevet ezen. Miért? Azért, mert őt az Úristen megszabadította. Hatalmas hite van, hatalmas bizonysága van, hatalmas csodákat tapasztalt meg. Már ez is önmagában egy hatalmas csoda, kedves hallgatók, hogy ő annyira bízik az élő Istenben, hogy teljes mértékben abbahagyta a hipózást, a fertőtlenítést, nem hisz a vírusban, van békesség az ő házában, az ő szívében, van szeretet az ő házában. Tehát ez is egy hatalmas csoda. Tehát én remélem, hogy egyszer majd ő fogja elmondani elejétől végig, hogy az Úristen miből és hogyan szabadította őt meg. És azért is szeretném, hogyha ő ezt megtenné majd, mert elképzelhető, hogy sokan vannak még, akik ugyanígy hisznek a mérgezett felhőnek a közleményeiben. Kedves hallgatók, a lényeg az, hogy az ember számára fel van kínálva a lehetőség a jó Isten által, hogy találkozzon az igaz felhővel, az igazi felhőkkel, az igazi felhővel, avval a felhővel, amit úgy hív Péter, hogy a bizonyságok fellegei. És ezáltal lépik be az ember a mennyek országába, már itt a Földön, hangsúlyozom, kedves hallgatók, már itt a Földön. Aki nem lépik be a mennyek országába, már itt a Földön, drága embertársak, egyszerűen nem fogja, tehát nem lesz semmilyen nagy meglepetés, hogy hirtelen meghalsak, jönnek az angyalok és felviszik őt a mennybe. Ez nem így fog történni. Hanem, aki belépik Isten országába, az már itt a Földön belépik Isten országába, és folyton olyan emberekkel van körülvéve, akik szintén beléptek Isten országába, és hallja az ő bizonságaikat.
és hallja Istennek a csodáját, hallja Istennek a szerelmét, és ő is elmondja, és folyamatosan elmondja. És elmondja nem csupán a barátainak, az utitársainak, úgymond a tesóknak, hanem elmondja mindenkinek. Elmondja legfőképp a világiaknak, kedves hallgatók, a világiaknak, akik még nem tudnak arról, hogy van egy másik felhő, egy életet adó, életet hozó felhő, egy gyógyító felhő, egy holtakat feltámasztó felhő, amelynek az információi az embert, a holtat megelevenítik. Azt az embert, aki hit a mérgezett felhőkben, ugye, amit a médiából, ami tulajdonképpen a média, ugye, annak az információiban és megszabadult. Hát nem látom értelmét ezt a gondolatot tovább fokozni. Szerintem teljesen egyértelmű. Csak zárójelben elmondom azt, hogy korábban beszéltem egy fogalomról, ami nekem jött már nagyon régen, párhuzamos valóságok. Akik, kedves hallgatók, akik találkoznak az élő Istennel, azok itt és most bekerülnek egy másik valóságba. A világban ugyanúgy lesz félelem. Az emberek félni fognak, az emberek rettegni fognak, az emberek bántani fogják egymást félelmükben. Az emberek eltávolodnak egymástól félelmükben. De viszont ezzel párhuzamosan jelen lesz egy másik valóság folyamatosan, amit az Úristen megígért azok számára, akik keresték őt, éhezték az ő szavát, az ő igazságát. Tehát ez a két valóság, kedves hallgatók, a mérgezett felhőknek a valósága és a bizonságok fellegeinek a valósága egymással párhuzamosan létezni fognak továbbra is. És higgyétek el, hogy azok, akik már találkoztak a bizonságok fellegeivel, ők már valamilyen mértékben benne vannak a mennyek országában. Már részei valamilyen szinten, úgymond állampolgárai a mennyek országának, és folyamatosan látják a bizonságok fellegeit, és abból táplálkoznak, abból merítik a hitüket, és azt továbbadják a világba, hogy akik még a mérgezett felhők alatt vannak, és kapják a savas esőt, a hazugság esőit, ugye, amely megmérgezi az ő szívüket, az ő életüket, megmenekülhessenek. Ezért én is mindenkit arra bátorítok, hogy aki már megismerte a bizonságok fellegeit, megkérem szépen, ne üljön rajta, ne hallgasson azzal, amit ő megismert, mert te is úgy jutottál hitre, hogy hallottad valakinek a bizonságát. Te is oszd meg. Te is légy te magad a bizonság felhője valaki számára, aki holnap meg fog menekülni, vagy éppen ma fog megmenekülni a te bizonságod által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.